Szevasztok, lement a forduló. Közel voltam egy ponton hozzá töröljem magam az internetből, ahogy a tippek álltak, de végül is hát középszerűre sikerült feljönni. Úgyhogy most maximális erőbedobással neki kezdtem már hétfőn a feldolgozásnak, ma 4 meccs. Csütörtök itt azt sikerült pótolni, és akkor még 3. Kezdjük azokkal, amik vasárnap voltak. Kezdjük a legdurvább meccsel, azt lehet tudni előre, hogy mi lesz Cardinals Giants, mindenki figyel. Már az első playben lehetett látni, ez a Cardinals ez nem viccel, kérem ezen a napon. Küzdenek, hashtag Genoning, összejön az új Detroit státusz. McBride kapitány kiszedi a védőt, Connor elfut mögüle 16 yardot, így kezdenek. Nem ám lefeküdnek meghalni. Hollywood Brown. Amikor Baltimore-ban volt, meg volt sértődve, hogy miért a number van, érted, miért tőle várják a csodát, itt meg élvezi ezt a szerepet. Joshua Dobbs, 40-ről, indít a célterületre, hát ha Zach Ertz lehúzza egy kézzel. Azért nem a Matrix-ban vagyunk, fiam, de mindegy, meg kell próbálni. Banks, jól védekezett Hollywood Brown ellen, úgyhogy jön a Prater, 55-ről mellé. Nem lesz itt semmi sem ma. Megmondja a rutinos Cardinals Drucker, hagyjátok ezt a csapatot. Joshua Dobbs, read option, működik. Még a Xavier McKinney sisakolja is a földön. Labda volt spori, mondja, nem igazán adból. Ajándék yardok, semmi másra nem vágynak a kártyák. Connor, jól fut. Hatalmas szégyen a védelemnek, hadd mondjam el. Óriási befektetések és óriási emberek. A védőfalba, front seven megerősítés, igen. Szedett veret Cardinals, széjjel pakolja Giants játékosokat. Connor nyilván elfut, hogyha van egy kis hely. Nem lenne szabad, hogy ez megtörténjen, aztán hát körbe röhögik ott a védőket. RPO, play action, motion parádé, petszing edző, jobb meccset hívott, mint múlt héten. A Dario ellen annyira nem kellett cifrázni, gondolta magába, kellett volna amúgy, de ma mindenképpen kell cifrázni, hogy Martindale-t átrázza. Michael Wilson villant az elkapó sorból, első a tehetséggondozás, ugye? Hollywood Brown elvitte előle az embert, Dubs fogható labdákat osztogat. B-red, C-red, vörös zóna, közelről bevitte Connor könnyen. Újra itt vagyunk. Blokkolást, kinyeri lövészárokba, Kertz. McBride kapitány nem csak blokkoló, Ertz mellett, kihasználják a tudását az útvonalakon is, 23 yardossal ugrattak ki Dubs. Ertz is nagy kedvel játszott. Azt mondja, Giants ellen mindig könnyű. Mert? Tavaly nem játszott ellenük. Annak idején az Eagles-be játszottam, mindig nyertünk. Ja, hát akkor most mi lenne a különbség? Dubs klasszisra itta magát itt az elején. Ellépett az üldöző Dexter Lawrence elől, futtából meglőtte Rondell Moore-t. Tavalyi PJ Walker jutott eszembe. Tampa Bay ellen játszottak tavaly, még a Carolina. Hát ugye ott is ilyen Hall of Fame irányító jött szembe, meg most is ugye DJ. Nem tudott hibázni azon a meccsen PJ, se előtte, se utána nem volt olyan, de hát most ez a Dubs-szal is megtörténik, hogy akármihez nyúl, működik. De arra még a PJ Walker se volt képes, hogy 31 yardról befusson touchdownra, ezt meg azért a Joshua Dubs-t előadja nekünk. Hát lehet ott még a Kyler Murray is inkább becsúszott volna, hallod. Ki fog így szorulni a kezdőcsapatból a kisded? Ezt a formát fenntartja Dubs, folytatja, hát akkor nincs remény, Kyler, menned kell. Nem azért, mert 1-1, hanem azért, mert ez a gyerek, hát megcsinálja szarért, úgy ér. Kiválóan osztogatott tovább, beugró irányító, Kyler merése tudna jobban. Még azt elfogadnád, hogyha óriás vagy, hogyha itt a Kyler Murray kicsinál, ugye, hát hiszen Daniel Jones előtt draftolták, az milyen jó irányító lehet, hallod, mert a Daniel Jones marha jó, és akkor még annál hamarabb elviszik azt a mindenit. De hát nem ő van ott, hanem a Joshua Dubs. Egyre nagyobb a pánik. Ez a csávó kicsinál, akkor mi lesz ebből a szezonból? Kiesik a csapat? Hát lehet. Red Zone-ba megálltak végül is, de hát 17-0, azért az elég jó. A Giants csak álmodozik a mezőnygólokról. Itt meg szívják a fogukat, hogy hát fiúk, csak mezőnygól. Az első félidő végére az esélyesség terhe is megjött akkor a Cardinalsra. Szezon korai pontján elértünk ide. Azért a Commando ellen hiába vezettek, azért azt láttuk, hogy az véletlen volt.
De most akkor hát fiúk, ezt meg kéne nyerni. Lényeg akkor, hogy nagy hiba ne legyen, aztán hat kapálózzon a Giants, majd ők elrontják maguknak. Wilson támadó pass interference miatt megakadtak, de hát a field goal mindig elég, ez itt Arizona. Szünetben 20-0, legveszélyesebb eredmény állítólag. Connor 22 yardos futásával mutatták, hogy akkor sincsenek betolva, ha pontot szerez az ellenfél. Még Pascal is csinált valami jót, azt képzeld el. Idő kérdése volt, hogy mikor hibázik bele a Dubs. Várt a Giants az ajándékot, és meg is jött, de Pinoknak az interceptionje nem ért, szabálytalankodtak előtte a védő. Amúgy jól dobta volna Dubs, ha nincs szabálytalanság. Maradni kell annál, hogy akkor a Connor hátán haladjon az offense, meglepően jól működik a továbbiakban is, közelről meg majd bepasszolod a Hollywood Brown-nak. Jó, aki a running back helyéről indul, hogy könnyű legyen, azaz, újabb touch, Kárc. Két pontos, Joshua Dubs, stage diving. Úgynevezett eső rohara special, seggel előre vetődve, benn van. Ertz és McBride folytatták a csodát, Dubs átdobta a blitzet, de block in the back Hollywood részéről. Okereke-i odaért a line of scrimmage-re többször, nem elégszer. Wilson first down. Demarcado nevű futógyerek kivette a blitzelő Isaiah Simmons-t, aki egy szemét az Arizona szurkolók szerint. Cornerek stabilitása nyomán, legyen azt Hawkins, vagy Adoree Jackson, vagy Banks, megállt a lőtávolság határán a Cardinals, pedig hát Prater rálövi akárhonnan, helyette most a Cooney touchbacket pantolt, szomorú fej. Tartották magukat, de leolvadtak a végére. A legrövidebb drive-jaikat a legrosszabb időszakra tartogatta Kárc, mikor a Giants már belejött a játékba. Döntetlen állásnál már nem volt helye Connornek, jött a szabálytalanság sorozat, harmadik és 16-ra meg fehér zászló, a sárga zászlók után. Ekközben Giantsbe Andrew Thomas sérült, nem játszott ezen a meccsen. Josh Ezeudu próbálkozott a helyén, nem nagyon vannak csere tekülök a Giantsbe, hát akkor majd te odaállsz, most mi más lehetne, ugye, guard vagy, de voltam a szélen is. Szóval ezek alapján így ránézel, egy biztos pontja van a Giantsnek a falban, ő nem játszik, hát akkor megérted, hogy nehezen indulnak, bemozdulnak, 3-and-out, van ez így meccs elején, oké. Hudgens fogott aztán egy first down-t, majd beindul. Saquon Barkley kezébe odaadják a labdát a reménytelenek mögött, nincs neki hely, ki hitte volna. Gyenge minőségű falemberek nem csinálnak helyet. Daniel Jones fellépne, de Gardeck megakadályozza, pont. Darren Waller felé az első labdát kipöccintette az ütésével Sacheré, aki Buda Baker helyén kezdett. Mi baj lehet ebből? Látod, nem játszik az Andrew Thomas, ezek nem játszik a Buda Baker, egy-egy. Jól védték a tight endet, másnak pedig nem szívesen passzol a doktor úr. Úgyhogy megint csak 3-and-out. Barkley elég szenvedős érintéseket kapott továbbiakban is. Dimu Kedzse és barátai foghatatlan kategória Schmitzéknek. Hiába vannak itt is ilyen másonnan kiebrudalt cserekaliberű játékosok, mindkét oldalt azok vannak, szóval ott versenyeznek egymással. Daniel Jones kiemelt egyet a Slayton felé, ami ritkaság nála, nem nagyon szeret messzire dobni, de vele maradt Kittrell Clark, úgyhogy hiába indított. Az jó igazolások közül Paris Campbell nem vette nyakába esetleg az offense? Nem vette nyakába, a nagy nulla volt megint. Wallerhöz tálalt egyet DJ, harmadik és tízre, sikerül, de hát olyan tetemes volt a hátrány, ott már nincs, aki tapsoljon. Saquon Barkley tovább röplabdázott egy paszt a Jalen Thompsonnak, interception. Még ez hiányzott a Giantsnek. Egy percük volt a szünet előtt feliratkozni a táblára, három emberes nyomás, Arizonából, sack. Dimu Kedzse beleüldözte Zaven Collins karjába az irányítót. Nincs pozitívum az első félidő alapján. Ők kezdik a másodikat, mindent bele gyerekek akkor, Hyatt. Sprintelj előre, most vagy soha. Daniel Jones odavágja neki több, mint 50 yardos indítás. Szereli utána Marco Wilson. Nagyon égeti a szememet, ez a 13-as mez. Hogy volt merszed? Felvenni az Odell Beckhamét.
Még a Bachman, hogyha felvette volna tavaly, oké, de Hyatt, hogy nézel ki? Benézte a Kárc a zone readet, ezután Daniel Jones kis sprinttel a szélre, touchdown futva. Él a remény. Minden driveból pontok kellenek, lehetőleg nem dropkick, és akkor ezt még meg lehet nyerni. Darius Slayton meg tudott lógni egy play actionnel, termelt elkapás után is, Daniel Jones higgadt és magabiztos irányító képét festette a második fél időben. Ízlelgessük. Harmadik és 12-re átcserezte magát Chris Barnes nevű linebackeren. Azért nem fogják megdicsérni a védőt, majd a videózás alkalmával, pedig hát előtte kétszer is odaértek a futásra ügyesen a kártyák, de hát az most lemaradt. Próbálkozott tovább a lábán kreatívkodni Daniel, de Kaiser White elkapta. Dante Steels viszont beleszállt a földön. Újonc hiba, defensív tekültől. Flag, utána Barkley a hetesről, két érintésből bejutott a célba. Daniel Jones folytatta a szuper csillagharcos üzemmódban, osztogatta 10 pluszos labdákat Slaytonnak, Wallernek, hát aki jön, most már mindegy neki, küldjétek, aki ráér. Többet nem fog elfejelni itt a szaseré, az biztos. Slayton, te is húzodj előre golvonal elé, megy neki a célzás, éppen csak kilépett, mielőtt birtokolta volna a labdát, de nem a Daniel Johnson múlott, nem konzervatívkodott, nem bújt be a csigaházba, amikor szükség volt rá, és bajba volt a csapat. Hát mindegy, nem vitte be, akkor marad a lépcsőzetes focizás, az időigényesebb, de a touchdown a végén az elfogadható. Be kellett vezetni a páncélautót itt is a Giantsnél, az NFC Beastben nagyon menő dolog. DJ tudja, hol van a löveg, átjutott negyedikre is, harmadik kísérleteire is. Golvonalon Jones két labdát is pocsékba kellett dobjon, false start utána, de aztán Barkley bevetődött a pylon fölé. Na csak van valami haszna ennek a Saquon Barkleynak. Azt, hogy ügyesen labdázik, ugye. Neki van a leginkább odaillő arc kifejezése a rajzolt ikonján, a Foxon, mikor touchdownt jegyez. Mindig azt látod rajta, hogy ez meleg volt. Kettesnél false start, hát akkor legyen inkább egyes. Scramblingből újra előre menekült Danny Dimes. Mire fókuszál a defense ilyenkor? Hát adja magát a kérdés, mit szeretnétek fiúk, hogyha Daniel Jones-ot elszaladgál? Hát a Wallerre figyelünk, ja, meg a Barkley-ra. Három dologra nem lehet egyszerre. Play action, Hyatt. A távolban lehúzza, rookie csúcs találkozón, Clark előtt a 30 yardos paszt. Két elkapás Jerin Hyatt, 89 yard, pontosan erre lehetett számítani tőle. Rövidebbeket nem bírja megfogni, te vagy az Will Fuller. Paris Campbellnek elmondjam a szám sorát, hagyjuk inkább. Próbálkoztak vele, Red Zone-ban Campbell-lel, de arra jutottak inkább, hogy menjen az RPO a Wallernek. Jó, amit a Campbellnek szánnánk, az is. DJ beimprovizálta magát a célterületre, Evan Neal holding. Akkor dobálás, Barkley-ra nagyon figyelnek, Hudgens-ra csak egy ember jut, kezébe passzol a játékmester. Egyenlítés. Ezek után 2,5 perc alatt megnyerni a mérkőzést, mert borzasztó könnyűnek hangzik. Azok után, amin átment a Giants, Slayton lerázta Marco Wilsont, DJ ütemezése természetesen hibátlan. Mondhatnám, sebészi pontossággal dolgozik a doktor. Barkley kiszabadult a forgalomból, és a kis utcákon elvitte labdát lőtávolságba, lepörgették az órát. Gano 34-ről megnyerte a mérkőzést. A védők még leütöttek egy Hail Mary-t, és végbe ment 1949 óta a legnagyobb fordítás a New York Football Giants részéről. Akkor is a Cardinals szívta meg, lehet, hogy a Calvin Beecham azon a meccsen is játszott. Daniel Jones úgy szerepelt a második félidőben, mint egy joggal megfizetett quarterback. Igaz, hogy a Cardinals ellen, de hát akkor a gödörből az okicsoki vörös rókák ellen is nehéz lenne kijönni, úgyhogy jár a banán. Még ha az első félidő az förtelmes is volt tőlük csapat szinten, hogyha a végeredmény nézzük, akkor igen, van mire építeni. Pintyek, ne csüggedjenek! Mi tavaly a Vikings ellen kikaptunk, pedig vezetünk 99-0-ra. És most napjainkban meg kevesebb, mint egy év telt el, és hát nem győzünk nyerni. Szóval.
ha érdekel, esetleg a Texans ellen nyertünk, az fontos, az meg a Cardinalsnak a pikje. Hasznos élettapasztalatot gyűjtöttek az ifjoncok itt a Cardsnál, és a győzelmeket azokat számolgassa a Giants. Most ez nem annyira érdekes. Ha már elspoilereztem, hát akkor menjünk rá Colts Texans. Tudom, hogy érdekel. Pittment azonnal bevonjuk a mérkőzésen, nem várunk, viszi előre a ballont, MJ Stewart ráüt, kipattog a labda oldalra. Két csere safety-vel állt ki a Texans, ezeket megsütjük. Nyilvánvaló volt, ilyen jó passzoló irányítóval, hát szeme van a labdáinak. Gransont is üresre sematizált a sárkányfű árus edzőnk, nem lehet gond ebből. Downs és McKenzie kérik a rövidet, nem csak szombat este, itt is vasárnap délután. Moeli Cox beállt a sorba, szeretne jakozni, hátára vett pár texasit, úgy megy előre. Mi van az irányítóval? Jól mozog, ő is, átveszi a snappet, félrenéz, elindul. A védők nem nyúlkálnak hozzá. Szeretnék elnézést kérni, amiért a rossz tippekben a random Texans defensive tackle-nél Roy Lopez-t hoztam szóba. Elég kevesen vannak. Van a Malik Collins, a Kurt Hein is, meg a Rankins. Ugye Rankins nem mondhattam kétszer. Lényeg, hogy ezeket itt eltakarítjuk. Ott a Colts falban lévő emberek. Ez úgy jó volt, bevitte Richardson, hát akkor futtassuk be megint. Gondolta a Steichen edző, legyen egy end-around fake, megtartja az emberünk előtt a Granson vezérblokker, olyan, mint az adblocker. Eltakarítja azt, ami nem odavaló, beelőzi őt is Antika, meg a védőket touch. Be is ütötte a buksiját sajnos, de jár a hatos, azért megadják. Fennmaradt, de odaért rá a nyomás, és ballal dobott, úgyhogy az már gyanús. Agyrázkodást tesztre el kell küldeni, mert itt Vencre ütötte magát, valaki hívjon orvost, arra nincs szükségünk még egyszer. Végülis megúsztuk Srienauttal, de még agyrázkodva is jól passzolt Richardson a Downshoz. Mi lenne vele tisztán? Abba gondolj bele, micsoda labdákat osztogatna. Nem adták meg amúgy, mert a Braden Smith holding volt, mindegy akkor pont. Itt jön be Minshew, ideális ellenfél neki ez a Texans. A Jets vezetők az órukat a tévére tapasztalva figyelték, hogy mit is tud ez a csávó. Eladó egyébként a Minshew, hogyha viszitek a Jonathan Taylort is. Jets. Cserébe kérjük a Breeze-holt meg a Zabanikandát. Nálam lehet jelentkezni a részletekért, Joe Douglas, tudom, hogy nézed. Bevonta Alec Pierce-t az emberünk, nem kis bravúr, aztán Mallory-t messzire indította. Második legjobb irányító az épületbe, Gardner Minshew, mások szerint az első. Jár a hozsánna azért a nagy tesóknak is a falban. Eltologatták a hazai fiúkat az Ekmosz elől, futott touchdown running back részéről. Ilyet nem nagyon látni errefelé, hogy a futó befut a labdával. Josh Downs is kellően ügyeske, hogy összetudjon kapcsolódni a játszótéri legenda Minshew-val. Akármelyik grundon megjelenne Minshew, hát azonnal tudnád, hogy hozzád kell beálljon, különben kapott tőle a bőrözést oda-vissza. Ebben különbözik a Richardsontól, mert hogyha ő lemegy a térre, akkor a gyerekek hazamenekülnek, ugye? Itt a pénztárcám, hagyjál engem. Kiváló óramenedzselés Minshew-tól Pittman Mallory felé patent átadások. Folyik a könnyed Imeko Ryansnek, ahogy nézi, nem örömében. Downs a vörös zónába lepörök pár szelerőről. Aztán Granson kap egy ballont, ráteszi a pylonra, TD. 28 pont egy fél idő alatt, Indianapolis. Jaguars mennyit csinált, azt tudja valaki? Alec Pierce, kedves egybegyűltek, labdákat kapott el, előre mozogva. Utána felbukott, annyira kellett konszorítania, meg koncentrálni, hogy baj legyen, de elfogadjuk ezt is. Ugye Mike Evans egy nagy jaggyáros. Semmivel sem várok el többet Alec Pierce-től, mint amit a Mike Evans csinál. Steichen egy nagyon gáláns edző, negyedik és egyre mezőingot rúgatott a 42-esről, az a 32-es vonal. Na, bement. Ennyivel meg is elégettünk, hadd gyakoroljon a defense. Damian Pierce kezébe adta a labdát a Texans, aki futó, fiatal és csendes. Jó, értettük a célzást. Leszereltük minuszba. Stroudot is leszereltük minuszba. Ebukam megütötte. Nem is tudja Ebukam milyen erős, mert meglepte, hogy fumble-t okozott. Page szedte ezt fel. Nico Collins
30 yardos elkapása után lehetett először mosolyogni, amennyire van kedved két touchdown hátrányban Houstoniként. Tank Dell is hamarabb előkerült, mint múltkor. Elvégre ezért hozták, hogy focizzon, nem azért, hogy szurkoljon, hát most akkor eljött az idő. Helyeztünk nyomást Stroudra, nem csak négy emberrel. Tannehill nélkül állt ki a Texans, úgyhogy ez nekünk igen jó matchupnak nézett ki. DeMeco Ryans a hosszú egyjardosra ráküldte a fiait negyedikre, hiába csere támadó fal, Ogunbowale átfért. Ha rá tud készülni a dobásra Stroud, akkor azért lát üres csapattársakat, Nico Collins-t speciál, a célterületen látta. Touchdown Texans. Tudnék olyan screenshotot mutatni, ahol a védőink háttal vannak az elkapónak a célterületen, a kapu mögött, mögé bámulva valahova, de keveseket érdekel valószínűleg. Vakmerő megoldás volt Stroudtól, mikor nyomás alatt eldobta a labdát, de nem kívülre, úgyhogy ott vetődtek érte a fiaink, hiába, de még ott vihettünk volna még egy picket, kicsivel jobban helyezkedünk. Nem mindegy, jó ez, így megy a speed rush, EJ Speed, ellép előle a running back, nem protektál, nincs aki felvegye, fejre állította az irányítót, pantoljatok inkább. Pierce egyszer elfutott 10 yardra, és akkor azt hiszik, hogy ez majd sikerül újra. Nem érdemes próbálgatni. Volt deflekciónk egyébként, ha nem csak a futást védjük. A slotból egy emberünk belevetődött egyszer egy passzba. Könnyű megjegyezni, hogy hány paszt hiúsítunk meg úgy meccsenként. Stroud harmadikra rövidet dobott, pontatlan passzal jelentkezett. Megint csak pantolnak. Nálunk ilyen ez elképzelhetetlen. Kenny Moore szélső cornerként is szerepelt, Nico Collins ellen arra ráfaragtunk. Ez a terv már a Raidersnek is hogy bejött. Volt egy jó slot cornerük, ugye a Hubs, kiküldték a szélre, szélen rossz. Most ezt megpróbáljuk a Kennyvel. Oké. Okay. Folytatta az egrecíroztatásunkat Nico Collins, de visszaküldték illegal formation miatt. Fegyelmezettebb csapat nyer. Stroud 3. és 8-ra kiemelt egyet a Robert Woodsnak. Sajnos minden meccs mismatch, amikor a levegőben van a labda. Nem nekünk, sajnos. Ahogy beszűkül a pálya, közelednek a gólvonalhoz, könnyebben az útjába tudunk kerülni az embernek, szóval red zone megállítás. Csak field goalt kaptunk, az belefér nekünk. Tank Dell elejtett egy screent a háta mögé, biztató kezdés a második fél időben, legyen akkor 2. és 19. Megoldható, csak a secondary elé kell indítani. Megfogta Nico Collins azt is. De minden futójátéknál, halljátok, tapsoltam nekik, mint múlt héten a Jaguarsnak. Ha nektek jó a futás, nekem jó a futás, érted? És akkor az, ami közelebb kerülünk, mindig a győzelemhez, hogyha nem dobtok. Végülis a védelmünknek a hét legjobb játékosa, az a front sevenben van. Számazonosság az nem a véletlennek a műve. És akkor ők meg, hogy majd futtatják a labdát. Hát gyertek akkor! Az is meglepett, hogy a QB sneak sikerült nekik 4. és 1-re, de átcsúszott Stroud, mint a mesztelen csiga. És ez dicséretnek szánom. Azért, hogyha ütik jobbról balról, akkor nincs menekvés, belül meg leszekkelte a Taven Bryan, akinek papírja van róla, hogy veszélytelen az irányítóra, aztán még most neki is ütött egy szek. Screen passnál elindul a rajzás, megyünk, Pierce-t szerelte minuszba Kenny Moore, jöhet a Panther megint. A nagy igazolás, Dalton Schultz 3. negyed végén került elő, 3 touchdown hátrányba. Azért nem minden ragadt hozzá ott se. Brevin Jordan egy érintésből felülmúlta, ami a tight endeket illeti. Viszont a Collins-szal kezd kiépülni valami az irányítóna, úgyhogy jövőre ideje lesz már egy holdoutnak Nico. Hát őt még a plébános választotta, szóval hát látszik, hogy bizony a háttere van. Összeraktak egy egészséges drive-ot, végén Dell elkapott touchdown-nal, de holding árán tudott kifordulni a zsebből Stroud. Ne bántsátok Pay-t. Megmondták a falba, jó, sack, quitty pay. Így akkor field goal maradt nekik. Jól átvertek egy játékkal bennünket, de szerencsére csak a meccs végén Robert Woods üresen maradt a szélen, Rodney Thomasunk mellé vetődött, de szerencsére kilépett az elkapó, nem alázott meg egy 70 yardos touchdown-nal. Eleve 70 yardról beszívni nem szép dolog, Robert Woodstól beszívni, hát az még durvább lenne. De így jobb mindenkinek, hogy
Tank Dell-lé lehetett a touchdown a drive végén. Ha pozitív jeleket keresünk támadásban a Texansnál, akkor lehetett találni, csak az üröm az örömben, hogy egy hasonló ágról szakadt gárda ellen történt mindez, mint a Colts. És hát így viszonylag simán kikaptak, ugye. Szóval értem, hogy voltak itt pontszerző drive-ok a végén, de azért elleni nem olyan nagy vasszizdasz. Sikerült egy 4.-3, saját 20-asukon, Stroud felpumpálta a statisztikát, egész magas átlaggal dolgozott, viszonylag távolra lövögetett, menedzser jelölt, szóval ezt azért el kell mondani. Collins 6 elkapásból csinált valami 150 yardot. Reméljük, hogy azért nála jobb elkapó nem jön szembe a Colts-szal az év további részében, mert akkor bajba leszünk. Lásd még Calvin Ridley az első héten, hát Hall of Famer-nek nézett ki, most Nico Collins Hall of Famer-nek néz ki. Felkészül Baltimore Ravens. Jacob Martin bosszú szekk is volt itt a végén, nem is tudtam, hogy ő nálunk van. Oké, 6 szekkel zártunk. Ferbernek a rúgását blokkoltuk false start ellenére, majd akkor 51-ről próbálkozhat újra azt mellé. Így nem volt izgalmas egy labdás meccs az utolsó támadások során. John Mechie első elkapása, hát nem éppen emelkedett módon érkezett, de mindenképpen jár a taps legendás Royce Mechie öcsökéjének. Sok szempontból hasonló helyen lévő franchise-ok találkoztak, verseny van, hogy kinél lesz jobb az irányító, és kinek jobb az edzője. Egyelőre bizakodok, hogy mindkettővel mi jártunk jobban. Baltimore-ba megyünk vasárnap, lehet, hogy Minshew-val, nincs értelme Richardson-t visszaerőltetni, rá ne sérüljön, mert akkor meg hosszabb távra kidőlne, az rossz lenne. Inkább üljön ki egy-két mérkőzés, aztán utána játszon 10-et. De ez már a következő fordulóra tartozik. Ezt a mostanit ezt megnyertük könnyen. Ravens Bengals következő, hát érdemes volt túl gondolkodnom a tippet, átírni, visszaírni, megint átírni. Úgyhogy amiatt zabos voltam, de legalább a meccs az jó volt. Justice Hill, a running back Ravensnél, szépen az ölébe hullott ez a munka. Évek óta itt van, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy ne menjél, te vagy a kezdő. Mindenki más elfogyott. Szegény Jockey elfogyott. Isaiah Likely volt a tight end az elején, de Mark Andrews is aktív. Bemutatkozott az első drive-on mindenki, aki szeretne focizni. Lamar a quarterback, ha esetleg úgy van, akar mozogni. Nehéz követni a mozgását. Odell Beckham az elkapó. Ő régen jó volt, most szabálytalanul szerelik. És még mindig tud elkapni. Elkapás után a torkát szorította Logan Wilson. Látod, ilyen komoly híre van a Beckhamnek, még Wyomingban is ismerik, ahonnan a Logan Wilson származik. Gus Edwards a váltófutó. Megindult előre, megszokta, hogy a falban sérült mindenki, függetleníti magát a sikerességi occoktól, aztán a Tamisol megy előre a busszal. Mastifer a center, Linderbaum helyett, és McCary a left tackle a Stanley helyett. Megvonják a vállukat a hollókövűek, és végig sétálnak a pályán ebbe az összeállításba. Touchdown Gus Edwards, 1 yardról. A csoda séma jobban elénk került most, mint a Texans ellen, osztogatott Lamar végtelen fejű hidra elkapó sornak, és ment mellé a futás is. Más nincs, ezeknek kell működni, passzolás, futás, jó. Nelson Agholor elszaladt mélyre, de őt túldobta porondmester. Zay Flowers is így járt, Duvernay pedig nem tudta behúzni a testhez álló labdát, hát akkor Tucker jött, 59-re mellé rúgott Justin Tucker, mint valami amatőr. Lamartól is kicsaltak egy labdát, de hiába pattogott a Bengalshoz, Zach Carter arcban nyúlkált, így marad az eredeti tulajdonosnál. Mark Factor, Baltimore módra, itt most előjött. Lamar belefutott McCarrynak a hátába, Logan Wilson elkapta a futót, Andrews pedig kiszorította a labda alól Dex Hill, szóval annyira azért nem rossz ez a defense, képesek pantra kényszeríteni. Agholor megfogott egy labdát a tömegben, ebből már tudhattuk, hogy nagy dolgokra hivatott. Ezen a napon Nelson Agholor, túl teljesítenek a fiúk. Zay Flowers, okleveles jaktenyésztő, Bateman az ilyen 8 yardos passzokra szakosodott, Justice Hill is nagyot kapart a tesójáik ellen.
harmadik és háromra mondjuk lekoccolták őt a védőfalban, úgyhogy a Tucker 44-ről most már tényleg betalált. Lamar Jackson előhúzta gruntfocista énjét, shovel pass sikeres, védő átugrása, kötelező gyakorlat, minden pénzt megér Lamar. Aguilar meg az összes elkapása után oda biccentett neki, hogy rá mindig számíthatsz, bátyja. Csak lőd erre! Reméljük, hogy nem olvasta az élet történetedet Lamar, és akkor el is hiszi neked. De csak mondom, hogy 2015 óta Nelson Aguilar. Akkor lett profi. Szezonjai sorban gyenge, gyenge, kiváló szezon, gyenge, gyenge, kiváló szezon, gyenge, gyenge. Mi jön idén? Nelson Aguilar, hát oda kell figyelni. Mark Andrews, figyelj, te ülj le hátsó ülésre, majd mi elviszük ezt a passzjátékot. Egész menő látvány ez a dobálózós Ravens. Jól esett nézni. Több passz van, hát akkor az több Lamar táncolás. Leszaggatják róla a meszt, mert addig az endzone-ban valaki úgyis nyel illegál kontaktot. Nettó győzelem, ugye. Kifarol Lamar, kanyarodva dobás, Andrews és Beckham deflektálja egymást. Van még ebbe tartalék ebbe a csapatba, hogyha kicsit jobb összeállításba jönnek majd. Első és 20, fussd meg Lamar, oké, okay, holding az is. A jó hír, hogy nem derogál futni Lamarnak, nem derogál behívni a futást, hiába gazdag. Jó lesz az, első és 30, hát onnan nincs visszaút, jöjjön a Tucker. Zay Flowers elindult mélyre, Lamar precízen odatállalt hozzá, pedig Taylor Britt mindvégig mellette maradt. Hatalmas játék a fenoménoktól. Kezébe is nyomták rögtön utána a labdát a Flowersnek, látszólag tudja, hogy merre kell vinni, csináljad kicsi. 3 yardról pedig Mark Andrews rátette a labdát a gólvonalra, azt touchdown tér. Nagy errét közepette, Gus Edwards is kibújt egy jó futásra. Mindenkit két emberrel kellene fogni, annyi meg védő meg nincsen. Második és 23-nál se lehet megnyugodni ezek ellen, Andrews elkapta távolság nagy részét. Duvernay ugye végére került a depth chartnak, de kapott egy célzást a célterületre, nem bírta befejezni. Aguilar bekerült elé a sorban, meg bekerült Avuzié elé útvonalon a slotból, egészen a célterületre hívta a labdát Lamartól, aki kiszolgálta újabb testben. Volt két drive-juk, hogy lepörgessék az órát, az első a 3-and-out, másodikban Duvernay megindult Endoránból, előtte Edwards vezérblokkol, de az még nem lett meg, pedig ígéretesen nézett ki. Harmadik és 3, Lamar futotta meg, önállósítva magát, ami a legjobban fáj a helyi drukkereknek. Vonatozik előre Duvernay újra, majd Edwards is, ritka könnyen megjöttek a döntő first down-ok a Ravensnek. A Bengals Tyler Boyd bevonásával indított a múlt heti förtelem után, amiben ő is szürke volt meg mindenki. Szabálytalankodnak, messzire dob Burrow, Irv Smith nem tud belül maradni. Mikor unjátok meg ezt a csávót, ezt az Irv Smith-t? Taylor edző, clear eyes, full hearts. Még az se lehetséges, hogy edzésen gálázott az Irv Smith, mert a Burrow nem edzett augusztusba. Szóval miért? Menjen be a Charlie, mondjuk. Nem tudom, hogy felhívta-e a figyelmet magára a 3/4 pályás punt return TD-vel. Pac-Man óta nem vitt vissza senki touchdownra pantot Bengals mezbe. Hát nem könnyű a posztra a megfelelő Jones-ot találni. Lett volna ugye Marcus, de hát őt elvitte a Belichick előlük tavaly. Szempül a másik tight end passznál meg alig haladt, és a kárász előre futott. Az úgy mínusz 5 yard megint. Szóval hagyjátok már abba ezt a tight endeskedést. Szegény, fiatal, ügyes gyerekek meg a padon nézik. Tudom, hogy más poszt, azért kell megszüntetni. Kinek van erre szüksége? Jamar Chase, maradt possession receiver. Valószínűleg ő már sose fog a defense mögé kerülni életében. Inkább védekeznek a kapu előtt. De amint hozzákerül a labda, rámennek a védők, leszerelik. Trevion Williams meg a helyi Justice Hill. Ő is megörökölt egy ilyen kiegészítő futó pozíciót a Pirány távozásával, de hát nem sokat segít a csapatán. Őt is leszerelik. Sír a labda, Bengals football, 2020. Újra itt vagyunk. Amit Burrow előtt elénk raktak, azt újra tudjuk nézni. Jaj, de hiányzott.
Joe Mixon már itt volt akkor is, szóval tudja, hogy kapni fogja a labdát, és kezdett is valamit vele. Higgins elkapott egy darab labdát, úgyhogy végre neki is elkezdődött a szezon, megtört a jég, jöhet akkor még egy. Na hát ez egy úgynevezett drive, amit a Bengals nagy nehezen összepakolt. Chase-re helyezett el egy labdát Burrow a célterületre, de Rokjesin úgy földre teremtette, hogy elmozdult a játékszer. Alapvetően kis reményed van, hogy sikerül Rokjesinnek leszerelni a Jamart, miközben jön a labda, de hát most bejött a hollóknak. Nagyon nagy csalódás, közeli field goal Cincinnati esetében. Második fél időben Jamart beküldték a backfieldre, Mixon mellé, utóbbi megy útvonalra, oda pörgeti neki Burrow, nagy haladás, Roquan Smith bottal üti. A drukkerek amúgy írásba kapták, hogy Higgins elkapásánál kiabálni kell, hogy ti, és akkor olcsóbban aláír majd jövőre. Ennyi múlik csak. A Lyle Collinsra már nem kell költeni, ugye, mert tőle megváltak, az milyen nagy biznisz volt. Hát akkor Higgins felé célzott Joe. A célterületre, de beugrott elé a Geno Stone. Interception, visszahordja a safety, jön szembe Burrow, pofával előre kiesve a pályáról, erre a safety kilép inkább, hogy nehogy valami baj legyen. Come on, man! Megállsz, visszafele lépsz, lett volna egy csomó területed, de megijedtél, hogy jön a Burrow. Jamar etetése, következő terv, amit ott kitaláltak a csíkosak, de hát ő olyan, még a screent is képes bravúrosan, vagy bravúrnak látszóan lehúzni, úgyhogy hát akkor menjen ez. Utána felgyorsít a vonalról, lelassít, hát már is üres. Nem lehet az olyan nehéz bevonni, mehet a labda neki. Tyler Boyd dolgozik belül, néha rá is szabad nézni. T. Higgins megy a linebackerek mögé, Burrow. Pontosan dob most már, kicsit későn főnök. Az endzone-ba nem fér bele Higgins, de nem álltak meg. Chase csalta a távolságot. Végül a céltöveten Higgins kihasználta a magasságbeli fölényét Ardarius Washington ellen. Tényleg akárki kihasználná. Hát kellett rá várni, de végül touchdown szerzett a Bengals offense. Lehetséges emberek. Jadeveon Clowney megsértődött a múltkor, azt mondtam, hogy nem tud pass rusholni, és akkor most visszatolta Jonah Williams-t, majd a Burrow hátára ugrott kecsesen. A negyedik negyedben már nem fér bele a pantolás, mégis az lett a vége így. Szerencséjük, hogy vissza is rúgta rögtön a Ravens azzal a lendülettel, így még meccset lehetett csinálni ebből a negyedik negyedben. Megkaptuk azt a Bengalst, amit egész évben vártunk. Mozgott a labda, nem minden playben, azért megnehezítették a dolgukat, jó az ellenfél. Boyd 4. és 4-re kellett, hogy közbeavatkozzon. Pipa, Higgins is nagyon élt a pálya közepén, ez viszonylag újfajta használat, de szükséges újítás. Joe Mixon is hozzátette a magáét, de a célba igen nehéz volt bejutni, Higgins éppen csak lábúj hegyjel maradt bent. Labda nála, touch. Hol volt ez a csapat? Másfél meccsig, amit itt a végén a Bengals elővezetett. Mi tartott ennyi ideig? Kikaptak, kérem. 2-0 Ravens, 0-2 Bengals. Indul az üldöző verseny, hivatalosan is. A címvédés elég nehéz errefelé, ami a csoport elsőséget illeti, hát főleg most már. Képességekben nyilván megvan a Bengals, hogy az összes meccsét megnyeri, ami hátra van. De akkor miért ragadtak be? Ennyire. Ebben az évben is. Meg tavaly is. Tavaly úgy ragadtak bent, ugye, hogy hát rengeteg hibával játszottak, aztán úgy az túl sok volt, kikaptak. Idén meg úgy kapnak ki, hogy nem sok közük volt a meccshez. Ehhez se, de hát aztán a végére magukhoz tértek. Hát most már mindegy, hogy miért, elvileg maguknál vannak, innentől akkor normális futball lesz tőlük is, hogyha ezt látjuk a folytatásban, mint amit a második fél időben ment, akkor rá tudunk ismerni Cincinnati Bengals nevű futballcsapatra, nem pedig a 1-1-es idényt akarják majd újra megidézni. Szóval erre kellene választ kapnunk, hogy miért, de igazából mindegy, hogyha ezek így elmúltak, aztán most már formában vannak, hiába fáj a vádli a Burrow-na, akkor azért lehet lelkesedni, mert ez azért hát sok csapat ellen elég lett volna, de ez a Ravens az marha erős. Ők már most is azt gyakorolják, milyen az, amikor normálisan fociznak. Minnesota Philadelphia párosítással tért vissza Thursday Night Football.
Kirk Cousins-t handoff közbe buktatta saját tight endje, például, szóval magas színvonalú fotball. Volt itt, milyen jó, újra van TNF. Valaki szervezi a aláírásgyűjtés, hogy ne legyen, akkor szóljatok. Gyors változások az első héthez képest Eaglesnél. Jalen Hurts megindult előre, Ivan Pace még bezárta a zsebbe, de a Hunterről le tudott fordulni. Ami még ugye reklamálása adott okot, hogy a Dallas Goddard-tel mi van, kapott labdát, igaz, hogy minusz jar, de hát ennyit reklamáltunk csak, hogy miért nem menni ki a célzás, hát akkor tessék ott van. Metellus helyett beállt safety-nek egy T.O. Jackson nevű legény. Állítólag tavaly a 6. körbe kiválasztotta őt a Titans, de semmi emlékem nincs erről. Pedig hát többször átfutottam, ugye, élőben is, utólag is, hogy kiket draftoltak, ha agyonverse tudtam volna rámondani, ki ez a gyerek, nagyon durva. Devonta Smith befutott elé, Hurts kicsit alul dobta, de így is hosszú játékkal égették meg, üdvözlésképpen T.O.-t. A gólvonal előtt nem voltak átütők. Egy field goal lett csak közelről az Eaglesnek. T.O. Jackson meg bosszút állt, miután bemelegedett, és egy rossz Hurts döntést megbüntetett interceptionnel. Értelmetlen volt 3. és 15-re Devonta Smith felé erőltetni egy labdát a forgalomba. Hagyományos lépcsőzetes haladás nem indult jól. Goddard felé hiába ment a labda, bemozdultak, Hurtsre odaértek a védők, Gainwell beverte a bordáit, kiállt a meccsből, DeAndre Swift volt a második a sorban a running back-ek közül, értékelhető munkát végzett az első fordulós nudlit követően. A támadófal nem dolgozott a maga megszokott szintjén, így hiába hívták elő a konzervatív Hurts playbookot. Eliottnak 55-ről kellett kapura rúgni mellé, és szünet előtt egy 65 yardossal javított. Remekül kihasználták azt a 34 másodpercet. Idővel aztán beindult a futás blokkolás, 3-4 yardokat azért összetudtak szedni alsó hangon, néha belekevernek egy AJ Brown érintést, és 1000 futás között meg is vannak a taktikával, hogy mi legyen. Őszinte marad a defense, ugye, pusztán ettől, ahogy a szakemberek mondják. Swift talán sose futott ilyen gyenge átlaggal, úgyhogy ilyen sok tapsot kapjon. Azért a touchdownba ne élje bele magát, az egy yardról páncélautó sofőrje szerezte. Ugyanez megtörtént vele a második fél időben is, leszerelték a fél yardon Swiftet, Sirianni edző, nem szentimentális, behívta azt, ami mindig működik, Hurts második átcsúszott touchdown. Devonta Smith még egyszer megvillant több mint félpályás playre, ami megnyomta az offense-nek az átlagát, és az már touchdown lett. Evans-t hagyta faképnél, Hurts-öt nem tántorította el az arcába érkező nyomás, és patent labdát rakott elé. Távoli sikeres célzás, ez hiányzott New Englandben, most lényegében meccsnyerő megoldás volt. Semmit se vár jobban az Eagles, főleg egy ilyen Thursday Night Football meccsen, mint hogy bekapcsolhassák az autópilótát. Swift élvezte ezt, mert sose látott terhelést kaphatott, Rashad Penny is debütált, de csak miután Boston Scott kiszállt a meccsből. Azt tippeltem, Penny lesz az első számú futó, hát végülis negyedik számú. Majdnem bejött, de hát mekkora különbség. Hamar beilleszkedett Rashad Penny, mert egy érvénytelen touchdownnál főszereplő volt, rádobták a holdingot. Ez az idei első érvénytelen Jalen Hurts touchdown. Tavaly durván visszaesett ebben, főleg érvényes touchdownokat szerzett, azok után, hogy 21-ben hát szinte semmit nem adtak meg neki. AJ Brown húzta be 25-ről mellesleg, de hát nem ért összességében, meg összesen nem ért odáig, összesen 25-ig majdnem AJ Brown mindent összeadva. Sőt, még lőtávból is kiszekkelték itt a probléma után a Hurts-et. 9 percig fociztak, 0 pontot ért. Swift 23. próbálkozásra kiszabadult a tömegből, és repesztett egy 40 yardost. Már lemondott a touchdownról, hiszen nem vitte be. Gólvonalas helyzet, a fene megeszi, hát ez úgyis megint páncélautó, de hát a jó szívű mester megengedte neki, hogy akkor fusson be. A Vikings is megengedte, hát azt mondani se kell, ők bármit megengednek.
Britain Covey punt returnből elajándékozott egy labdát kis híján a célterület előtt, de a társai kisegítették. Brandon Powell a túloldalon nem volt ilyen szerencsés, ők elvesztették a ballont. Ugyanez történt Madison közreműködése nyomán, Maddox ráütött, egy playből álló drive, vége labdaeladás Minnesota-ban. Jefferson megcélzásával indította múgy a Vikings, volt sikere Darius Slay ellen, de a vonalon szerelték. Várnám, hogy a harmadik, negyedik, 19. play is Jeffersonnak menjen, de hogyha nyomás van, akkor nem nagyon lehet válogatni. Harmadik és 9-re nem volt nyomás, Körkön mégis Osborne-t keresi, hát az sikertelen pont. Elvileg lehetne alkotni ilyen második, harmadik számúak ellen, mert Bradbury helyén Job a kezdő corner. A safety sor az eleve kiürült az Eaglesnél, Maddox lesérült a slot helyén, hát akkor kellene alkotni passzjáték címszóval. Ők esélykiegyenlítés jelleggel Bradbury-n kívül Bradbury se állt be, aki meg az ellenfélbe center. Kettőknek a nevét gyakran hasonlóan mondom, az hiba. Jalen Carternek ez milyen hír, hogy nem játszik a centeret, ez semleges hír, mert ő akárki ellen odaér a backfieldre. Idővel rátalált TJ Hockenzonra Kirk, még Edison és Osborne kivárásra játszott. Három érintés a drive-ban a Titan-től, be is jutott a festékbe, Vikings TD. Ilyen Mario Goodrich-ok kóvályognak a védelemben, tehát preseason hangulat, vészjósló, ami az Eagles mélységét, vagy sekélységét illeti. Drága a quarterback, hát nincs pénzért itt a secondary-be rutinos játékosokra, vagy jó minőségűekre. Ez mehet tovább, akkor egész nap. Hamar szabadul Cousins a labdától, így esélytelen, hogy a nyomás odaérjen. Néha Jefferson is elszakad, többiek pedig ügyesebbek, mint aki szembe áll velük. Hát a Jefferson is ügyesebb, de még az is belefért nekik, hogy Oli Udoh volt a left tackle, mert Darissa sem épült fel erre a meccsre. Legkevésbé Jeffersontól várnánk a hibát, ha a többiek összeszedik magukat, már pedig, de hiába nagy play a részéről, a gólvonal előtt elvesztette a labdát. Ő is, és kiment touchbackre a ballon. Terrell Edmunds lógott a hátán, de hát azért force fumble-nek nem írnám be hozzájárulásán. A második félidőben a kapitány is beszállt a fumble buliba, Powell, Madison és Jefferson után. Udon átjutott Josh Sweat, kipiszkálta a labdát, Fletcher Cox begyűjtötte tojást. 13 pont hátrányban, a harmadik negyedben bemutattak pár three and out-ot a Vikingek, ideális kiszállási pont volt ez a kocadrukkerek számára. Mikor Justin Jefferson már a Zach Cunningham zónájában sem fér a labdához, hát az a vég. Lett abból 20 pontos hátrány is kisvártatva, hát az egy ideális szituáció statisztikai pumpálásra. Több se kellett Cousinsnak, elindította Jordan Edisont, aki beverte a touchdown-t messziről. Ő ennyit tud hozzátenni. Kell, nem kell? Hát nem kell, mondta többségen, távoli touchdown-ok nekünk nem kellene. 62 yardos volt ez a mostani Edisonnak, ami meg több is, mint 40 yard. Érdekes, mert 40 yardon lassú voltál, 62 meg gyors. Nagyon kell félteni nyilván Edisont a liga teteje cornerback-ek ellen, de hát van annyi tökkel ütött a ligában, hogy azért el tudják hibázni rajta a szerelést, megtalálja a pár harcait. Társa, per posztriválisa, KJ Osborne elejtett egy könnyű labdát, amivel mozgathattak volna bőségesen előre. Jefferson nagyot izzadva javította a hibát ezt követően. Slay mellett is megvoltak a sikerei Jeffersonnak, de nem tök üresre játszva magát. Hát ez a maximum, amit elvárhatsz. Ugye a cápa az mindenképpen megesz téged, csak az a kérdés, hogy undorral vagy jókedvűen. O'Connell mindent megtett, hogy zavart okozzon a védelemben, hogy éppen kinek, kiknek kell követnie, figyelni Jeffersonra. Költői, hogy annyira megkeveredtek a védők, hogy a végén Osborne maradt üresen a célterületen. Touchdown neki. Garbage time-ban még összemozogtak egy touchdown-t, pedig Madison ott is letörte a nyelét a labdának, aztán keresgélni kellett a földön. Ajánlanám a Jonathan Taylor cserébe, de hát ők is mucigok, úgyhogy a pénzért nem kell. Pár underneath passból végig sétáltak,
TJ Hawkinsoné lett a touch, de túl későn az onside kick nem sikerült. Az Eagles újra nyert, messze vannak a csúcs formától, beleértve Jalen Hurtsöt is, mégis viszonylag komfortos győzelmek jönnek egymás után, értelmezhető ellenfelekkel szemben. Egyéb bizonyítani való nem maradt a tavalyi szezon után, szóval ez itt a lényeg, lépdelni az első kiemelés felé, aztán villogni majd a playoffban kell. Ott úgyis mindenki egészséges szokott lenni, nem úgy, mint most. A Vikings olyan, mint vártuk, tudnak támadni, védekezni nem nagyon. Most több hívával játszottak, mint ami belefért volna. Ha reálisan nézik, akkor nem az Eagles-el kell versenyezniük, de hát a durva hibák nélkül ma foghatók lettek volna ők is. A középcsapatok ellen kell majd jól pattanni a labdának, és akkor lehet reménykedni. Ha valaki bizakodó ilyen tekintetben a Vikings-t illetően, én személy szerint nem igazán. Ennyi volt a mai adás, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap megyünk tovább, újabb három derbivel, és így szokásos módon péntekig bezárólag. Jó szórakozást mindenkinek a Monday Night Footballhoz, ha esetleg még nem látta, és külön köszönöm azoknak, akik támogatják a csatornát. Találkozunk holnap ugyanitt. Szevasztok!